Mint minden tudományterületen, így az orvostudományban és a gyógyítás hátterét adó diagnosztikában is folyamatos a fejlődés. Egyre precízebb, hatékonyabb képalkotó technikai újdonságok állnak az orvosok rendelkezésére. Így van ez az endoszkópia területén is, aminek köszönhetően látványosan növekednek a beavatkozások lehetőségei. A technikai újdonságokról kérdezem vendégemet, Altúrja István gasztroenterológus professzorat, szép estét kívánok! Jó estét kívánok! Ugye professzor, az elmúlt adásokban végignéztük az endoszkópia adta lehetőségeket, milyen területen lehet őket hasznosítani, milyen pozitívumai vannak a gyógyítás a diagnosztika területén, tehát a fejlődés sose áll meg. Ugye először még üvegszálakról beszéltünk, utána már csipnél tartottunk. Ez így van, és hát a fejlődés egész döbbenetes és szinte beláthatatlan perspektívákat ad ma is. Hogyha az első ábrát tetszenek mutatni, itt felsoroltam a legfontosabb újabb metodikákat, amelyekről külön érdemes egy pár gondolatot elmondani, a képminőség javítása, tehát a jobb felbontás és a nagyítás lehetősége, ez egyik dolog. A másik nagyon érdekes, majd beszélünk, vagy mutatok ábrát, a komputeres festési eljárásokról. Ugye régebben valódi festést alkalmaztunk időnként kromoendoszkópia címen a nyálkártyára, kékfestéket tettünk, és akkor ez bizonyos kontúrokat jobban kihozott. Ma ezt nem tesszük, vagy nem föltétlenül, hanem inkább a endoszkópon van egy gomb, megnyomjuk, és akkor megváltozik a fényszűrés, és a felszínről érkező információ ezzel megváltozhat. Óriási jelentősége van az endoszkópos ultrahangnak, erről külön beszélünk. Az endomikroszkóp az egy zseniális találmány, csak azzal az a baj, hogy túl drága ahhoz, hogy tömegméretekben lehessen használni. És amiről nem nagyon lesz szó, és ezért itt megragadom a lehetőséget, a két utolsó dolog, ugye, amit itt felsoroltam a listán, a mesterséges intelligencia. Óriási távol-keleti programok vannak, amelyek az endoszkóppal végzett vizsgálat során elemzik a képet, apró felbontásban, és jelzik az illető vizsgálónak, hogy valami nem stimmel a képen, tehát valami olyat láttak, amire tegye meg, hogy ránéz. Akár lehet, hogy még súgnak is, hogy mi lehet az. Tehát észreveszi előbb esetleg a polipot, mint a vizsgáló orvos. Vagy összeveti több ezer ugye előre betáplált képpel az, hogy az, ami lát, az normális-e, vagy eltér attól. És ha eltér, akkor ezt egy apró jelzéssel, kis piros ponttal, vagy amivel a vizsgáló számára mutatja. Ezzel felgyorsítja tulajdonképpen magát a vizsgálatot, mert az illetőnek egyből oda vezeti a figyelmét, ahol ez az eltérés van. Ez az egyik dolog. A másik ugye a robotizáció, ez egy kedves modern dolog, ugye a mindenféle módok vannak erre Magyarországon, még nincsen ez a Da Vinci berendezés, amivel lehet operálni, de előbb-utóbb lesz, és hát nyilván az űrbe fogunk lakni, akkor távvezérelt műtő robotok fognak segíteni a vakbélgyulladást megoldani a világűrben. Na de akkor térjünk rá a képminőség javításra. Ugye itt azt tetszenek látni ezen az ábrán, hogy hogyan nagyíthatunk. És a nagyítással ugye egyre jobb képet látunk. Itt egy apró pici elváltozást, ha kinagyítunk, akkor segít eldönteni, hogy ez milyen indulatú. Adott esetben ez már egy információ, hogy ez egy gyulladásos, vagy egy valódi daganat esetleg. És akkor azzal tennivaló van, vagy azt mondom, hogy menjünk tovább. Most a négyes ábrát szeretném kérni, ami arról szól, hogy mi az a tulajdonképpen narrow-band imaging, tehát ez a bizonyos komputeres szűrés, ez az NBI, ami ma már a bizonyos gyártású endoszkópokon egy gombbal ez elérhető, hogy a kijövő fényből, a fehérből kiszűrik a pirosat. És ezzel megváltozik, kérném a következő ábrát, ezzel megváltozik a látott kép. Tehát az erek például másként lesznek láthatók. Azzal, hogy ilyen szűrést alkalmazunk. Kérném a következő ábrát, a hatost, itt meg ez még jobban látszik, hogy tulajdonképpen a jobb felső ábrán az erezet, vagy a jobb alsó ábrán a rossz indulatú folyamat szembetűnőbben jelenik meg, mint amikor fehér fényben nézzük. Tehát ennek a komputeres festési eljárásnak ez az óriási jelentősége. Kétségtelen szem kell hozzá, tehát azt nem helyettünk végzi el a dolgot, és számos vizsgálat történt, hogy összevetették. Na de a tapasztalt endoszkópos a fehér fényben is meglátja, amit kell, de ez úgy segít, hogy jobban előhívja azt az elváltozást. Tehát ha valami gyanúsat látunk, akkor megnyomjuk ezt a gombot, és akkor megváltozik a képnek a fény szűrése, és akkor jobban előre ugrik valami, no, akkor onnan vegyünk egy mintát.
A következő dolog, ugye, amiről szívesen beszélnék, vagy szeretnék beszélni, az a hetes ábra, és ez az endoszonográfia, az endoszkópos ultrahang. Ugye ennek az a lényege, egy nagyon-nagyon sok minden van ezen az ábrán, és nagyjából mindent el tudok itt mondani, a bal felső részen látszik az a kétféle endoszonográf, amit ma használunk. Ugye a baloldali az a lineáris endoszonográf, ahol egy ilyen félkör alakú kis toldalék látszik az endoszkópnak a végén, és mellette pedig látszik, hogy ki lehet dugni egy ilyen mintavevő eszközt, mondjuk egy tűt, vagy megszúrni valamit. A jobb oldali berendezés fent, az pedig az úgynevezett radiális endoszkóp, ami körkörösen vizsgálja a területet. És a kép jobb felső részén látszik az, hogy tulajdonképpen hogy lehet mondjuk egy sematizált ábrán, egy hasnyálmirigy daganatból így az endoszonográfia segítségével mintát venni. Most ahhoz, hogy az endoszkópos képet itt kiegészítjük, és kérném szépen akkor mondjuk hát akár a következő ábrát, ha tetszene mutatni, azon jól látszik, hogy ugye a radiális szkóp az körkörös képet ad, szeleteli, amerre haladunk. A lineáris szkóp, az alsó, az pedig arra ad módot, hogy az egy hosszanti képet mutat, amerre haladunk, magunk elé nézünk, és ad mintavételre vagy beavatkozásra lehetőséget, mert látjuk, hogy mit csinálunk. A radiális az körkörös, tehát az én tengelyem körül képezi a képet, ennek megfelelően ott én nem tudok oda szúrni, mert nem látom, hogy hova szúrok. De a lineárisnál be tudok avatkozni, ez a zsenialitás ebben. Én kérném talán következőképpen a 11-es ábrát, csak egy felvillantást, hogy látszik az, hogy tulajdonképpen ez is egy nagyon szép ábra, de ugyanazt mutatja, hogy a radiális endoszkóp eset, igen, ez a 11-es, tehát ez látszik, hogy egy radiális képnél miről szól a történet, körkörösen egy vízzel feltöltött balonon keresztül megy ki az ultrahang a szövetek közé, és a szövetekben lévő struktúrákat tudjuk ezzel láthatóvá tenni. Kérném szépen a 13-as ábrát, azon pedig az látszik, hogy a tűt látjuk, ami hát nem teljesen élesen, ugye jobb oldalon felülről érkezik lefele egy fehér csík. És ez az a tű, amivel beleszúrunk egy nyirokcsomóba, és onnan mintát veszünk. Ez a lineáris endoszonográfia vizsgálata. Kérem szépen a következő ábrát, mert hogy lépjünk tovább, mert sietnünk kell, ez pedig az endoszkópos mikroszkóp, vagy a konfokális lézer endomikroszkóp képe. Most az a baj, hogy a Magyarországon egy darab ilyen berendezést vettek ezelőtt 15 évvel, egyik endoszkóp cég gyártott egy ilyet, akkor ez 65 millió forintba került, ez a berendezés. Na most hát gondolható, hogy annyit nem tud az OEB fizetni egy vizsgálatért, hogy ebből rutin legyen. Itt azt tetszenek látni, hogy ugye a képnek a közepe táján oda van írva, hogy confocal imaging window, tehát van egy ilyen kis kiugró rész, amit oda kell illeszteni a nyálkahártyához, és ezen ezerszeres nagyítás van, tehát ez egy mikroszkóp szintű nagyítást biztosít. Kérném szépen a következő ábrát, amin az látszik, hogy tulajdonképpen a lézer, ahogy ez ebből kijön, az 250 mikrononként felszeleteli a képet bizonyos mélységig. Tehát praktikusan ugye egy másfél milliméter mélységig szeleteket készít lézer letapogatással a szövetről. És ezzel, kérném szépen a következő ábrát, elképesztő képeket, a szövettannak tulajdonképpen megfelelő képeket lehet kapni azonnal. Tehát nem kell elküldeni a mintát, a biopsziás mintát, hanem én ezzel az endomikroszkóppal azonnal képet kapok a felszíni szövet struktúrákról. Itt láthatom, itt például ugye a vastagbélnek a mirigy állományát látjuk jobb oldalon, ami egy picit eltér a normálistól. Kérném szépen a következő ábrát, ezen pedig látszik az erek és a mirigyeknek a normális struktúrája a felső sorban, a regenerációs, tehát gyulladás utáni regeneráció, és alul pedig a daganatos forma. És ezt azonnal meg tudjuk egy endomikroszkópos vizsgálat után mutatni. Néznünk a következő ábrát, a 18-as, most itt az látszik, hogy miután ez a jobb felső ábra, ez a 65 milliós, ez nem terjedt el a világon annyira, mert Németországban 3 ilyet, vagy 4 ilyet vettek összesen, és egy jól ismerem a Mainzi professzort, aki kapott egy ilyet, az irodalma teleszórta az ő képeivel. Tehát mindenhol gyakorlatilag 2-3 éven keresztül nem volt másnak ilyen, csak neki, úgyhogy minden cikkben ő szerepelt a képeivel.
Na most ezért a japánok azért kifejlesztettek egy olyat, ami alatta látszik, ugye, hogy egy kis szondát tolunk ki a munkacsatornán, és így egy ilyen pici mikroszkópot tolunk oda a képletekhez. Ez valami olcsóbb. Egy ilyen szonda aztán 3,5 vagy 4 millió forintba kerül, és ezzel azért lehet néhány vizsgálatot elvégezni, és ez egy ugyanolyan toronnyal dolgozik, mint maga az endoszkóp. De gyakorlatilag mindezeket hallva, mindezeket látva egyértelműen el lehet mondani, hogy rendkívüli mértékben gyorsulhat fel részben a diagnosztika, részben a gyógyítás ennek a fejlődésnek igen. köszönhetően, igen. amelyet hát reméljük egyszer majd a magyar paciensek is érzékelni fognak. Professzor úr, hálásan köszönöm ezt az egészen izgalmas tudományos kirándulást. Köszönöm. Én is köszönöm a lehetőséget. Eddig tartott ma az esti közelkép. Köszönöm a figyelmüket. Viszontlátásra.